Június végén a serdülő bajnokság volt az utolsó válogatási pont, ami alapján eldöntötték, hogy kikerül ki a Bakúban megrendezésre kerülő EIOF Európai Ifjúsági Olimpiai versenyre. Ez nagyon jól sikerült számunkra. Hát itt az elsődleges célunk az volt, mert tudtuk, hogy mivel Laura fiatalabb, illetve az idősebbekkel versenyez, ezért én elsősorban azon dolgoztam, illetve azon járt úgy az agyunk, megpróbáltuk, hogy a váltóba legyen egy oszlopos tagja, mert tudtuk, hogy a kapitány úr mindegyik váltót, a vegyes váltókat, meg a gyors váltókat is elindítja, de ettől függetlenül fantasztikusan jó úszott, amit az előző tájékoztatásokból és anyagokból is láthattunk, tehát a 100 méteres gyors úszást megnyerte, illetve a három egyéni számban még ezüstérmet is szerzett. Ezt követte egy elnökségi ülés, ahol eldöntötték, hogy ki milyen számba fog indulni. Itt egyértelműen a 100-as szereplés után Laurát a 100 gyorsra is javasolták, illetve három váltóba is lehetőséget biztosítottak neki indulás jogán. A 100 méteres női gyorsváltóba, a 100 méteres vegyes váltóba, a mix vegyes váltóba, illetve a 100 méteres női vegyes váltóba is helyet kapott, mindegyik számba gyorsúszóként természetesen. Hát ennek nagyon-nagyon örültünk, nem sok idő állt rendelkezésünkre, elvileg 4 hét volt. Annyira nem készültünk még így, mert nem volt még ilyen nagy megmérettetésünk. Tehát megpróbáltuk úgy összeegyeztetni a edzőkollégámmal, a Juhász Jácinta a szárazföldi edzését, illetve a vízi edzését, hogy erre a rövid időszakra is azért a legtöbbet hozzuk ki a gyermekből. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Először is szeretném ezzel kezdeni, hogy ebbe az évbe, edzőtermünkbe sok új eszköz került beszerzésre, és ezúton is szeretnénk megköszönni a Gyulai Várfürdőnek és a Gyulai Úszókért Alapítványnak, hogy biztosították számunkra ezeket az eszközöket, és így eredményesebben tudtunk felkészülni a versenyekre, valamint a szárazföldi edzésekre. Ami Laura szárazföldi edzését illeti, itt a iskola kezdéstől egészen a nyári szünet kezdetéig heti 2, maximum 3 szárazföldi edzéssel készültünk. A nyári szünet kezdetétől ezt egy kicsit megemeltük, heti 4 szárazföldi edzésen vett részt, ami egy óra hosszát vett igénybe. Ezeken az edzéseken rendkívül sok gyakorlatot végeztünk, legfőképpen törzs és összetett gyakorlatokat gyakoroltunk. Ezt egészen az országos bajnokságig, valamint az EIOF-ig végeztük ezt a heti 4 edzést. Nyilván a verseny közelettével ebből a mennyiségből fokozatosan levettünk. Sajnos nagyon szűk volt a keret. Így csak 3 edző ment ki a 16 fős csapattal, ebből 9 lány és 7 fiú ment ki. Még maga a szövetségkapitán sem tudott kimenni, tehát 3 edző kollégán kísérte ki a gyermekeket. Persze sajnáljuk, illetve én is nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk vele kimenni, mert azért egészen másabb lett volna a kontakt. Szoros volt neki a programja, már az első nap 100 méter gyorssal kezdett egyéni számba. Hát szerintem az izgalom, meg a maga a körülmények is egy óriási úszoda volt, több ezer férőhelyes úszoda, ami biztos vagy benne, hogy egy kicsit úgy meglepte. Nem úszott rosszul az előfutamba, de sajnos a másik magyar versenyző 1/10-del jobbat úszott, úgyhogy már a középdöntőből kiesett. Hát egy picit én úgy vettem észre, hogy el volt keseredve, folyamatosan tartottuk azért természetesen a kapcsolatot, egy nap többször is beszéltünk. Én mondtam, hogy ne idegeskedjen, nyugodjon, meg jó lesz. Már másnap a vegyes váltóba, ahol már pont
pontszerző helyen szerepeltek, már ott jó időt úszott, és ezt követte a harmadik, a 400 méteres női gyorsváltó, ahol már előfutamba is nagyon jól teljesített, és a délutáni döntőben pedig harmadikok lettek. Természetesen minden váltótagnak nagyon jól szerepelt, illetve nagyon nagy érdeme volt, de én úgy gondolom Laura a 4.-5. helyen vette át a váltást, és egy fantasztikus idővel le tudta hajrázni az ellenfeleket, és harmadikén csaptak a célba. Nagyon nagy időt úszott, nagyon jól úszott. Hát utána még a vegyes váltó, ami maradt a végére, szerintem azért ott már az öröm mámorába. Ott is szintén pontszerző helyen végeztek, de meg tudta közelíteni, nem tudta azért azt az időt megjavítani, amit ő úszott a 400-as még gyors váltóban. Hát nagyon örültem, amikor az országos bajnokságon megtudtam, hogy kimehettek Bakuba, Azerbajdzsánba, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, és tagja lehettek a magyar válogatottnak. Az OB-tól a EIOF-ig való felkészülés az szerintem teljesen tökéletesen ment, és egyéni plusz 2 másodperceket úsztam edzésen, 100-on is, 50-en is. Úgyhogy az jól ment, játszint is sokat segített, táplálékkiegészítőkbe, proteinszertekbe, meg ilyen különféle innivalókba, amiket vinnem kellett magammal, azt ő állította össze, és a szárazföldi edzésemet, az erőnléti edzésemet is ő segítette, András bácsi pedig a vízi edzésemet. Mind a ketten szerintem maximálisan maximális segítséget nyújtottak a felkészülésembe, és köszönöm szépen nekik, hogy idáig el tudtak engem juttatni. A kinti lét, mikor Bakuba érkeztünk, az nagyon szép volt, nagyon szép maga a város, nagyon tiszta. Egy olimpiai faluba volt mindegyik nemzet elszállásolva, ilyen 10 darab 15 emeletes házakban. Egy ház volt a magyaroké. Nagyon jó volt a magyar társaság, nagyon sok új barátot szereztem. Remélem, hogy még fogok velük menni válogatott versenyre. Nagyon örültem, és szerintem a többi váltottak is örült annak, hogy harmadikok lettünk. Sikerült itt harmadik helyet elérnünk a 400 méteres női gyorsváltóba. Nagyon büszke vagyok magamra, és eszméletlen, hogy én ezt meg tudtam csinálni, és nem tudom még elhinni. Nagyon örültünk neki, hogy ilyen jól sikerült, illetve hát nagyon bizakodva nézünk a jövő elé, hogy ezek az eredmények, meg ezek az idők, amit ő most teljesített itt a serdülő bajnokságon, illetve most ez az EIOF-nak a bronzérme, mit fog neki adni a következőre nézve. Most az elkövetkező időszakban most kap egy pár hetes pihenőt, kb. Egy olyan 3 hét, és utána elkezdjük a felkészülést. Ennek az évnek még igazából nem döntöttem el, hogy mi lesz a fő része, de nagy valószínűséggel vagy elindulunk a felnőtt rövidpályás bajnokságon, illetve a cikluszáló verseny, ami még vár ránk, de azt tartom igazából fontosnak, mert egy jó szerepléssel úgy gondolom, hogy itt is tudnánk előrébb lépni az ő helyzetébe, és ami számunkra fontos, hogy a következő évre pedig ifi EB lesz, ahol igaz, hogy ő még duplán fiatal, mert csak második éves serdülő korosztályú lesz, tehát 3 évvel fiatalabb azokhoz a versenyzőkhez képest, akikkel meg kell, hogy magát mérettesse. De én nagyon bízom benne, hogy ugyanígy, mint váltótagként, de titkom még azért reménykedett egyéni számba is oda fogunk érni. Tehát ez a fő célkitűzés, hogy jövő nyáron a részt tudunk venni az ifjúsági Európa-bajnokságon.